Köszöntöm nézőinket! Önök a Pécsi Egyházmegye Hitvallás című műsorát látják. Tartsanak velünk! A nagypéntek eseményeit idézték fel. Nagyböjdben együtt járták a hívek a keresztutat Mária gyűdön. Szabad egyetemi előadássorozat, hogyan legyünk keresztények a 21. században. A parhant plébánost iktatott be a megyéspüspök, Kálváriát áldott meg az új plébános. Mit várunk és mit kapunk az egyháztól, mit adunk és mit kínálunk közösségeinknek, folytatódott a Férfi Találkozók előadás sorozat. Kereszthordozással egybekötött városi keresztút Pécsett, a dél-dunántúli katolikus nemzetiségek is részt vettek az eseményen. Nagypénteken Jézus szenvedésére és halálára emlékezik az egyház. A Mária gyűdi kegytemplomban a nagybőti péntekeken együtt járták végig a hívek a keresztutat. Ez az a 14 állomásos út, amit Jézus is megtett a Golgotára a kereszthalálig. Kaposvárról is érkeztek hívek Mária gyűdre a Nagybőjtben, hogy együtt járják végig a keresztutat. Egy katolikus iskolában dolgozunk mindahányan, az alsós munkaközösség tagjai vagyunk, és Nagybőjt van. Tehát szoktunk a Nagybőjtben egyébként is keresztútra menni. Most egyszer csak itt kitaláltuk, hogy Mária gyűdre jövünk el, még itt nem voltunk együtt. Nagypénteken Jézus szenvedésére és halálára emlékezik az egyház, ekkor járják végig a keresztutat a hívek. Ez az a 14 állomásos út, amit Jézus is megtett a Golgotára a kereszthalálig. Nagybőjtben minden pénteken keresztutat járunk a hívekkel együtt, Jézus Krisztus kínszenvedéséről emlékezünk meg, 14 állomáson imádkozunk, és egy-egy Jézussal történő kis epizódot imádkozunk meg, és gondolunk minden állomáson a megváltásra, az ő szenvedésére. A 14 állomásos keresztút után a jubiláló Döbrösi házaspárért mutatott be szentmisét Keresztes Andor plébános. Mi ezelőtt 50 évvel, 1973-ban pont ezen a napon ebben a templomban kötöttünk házasságot. Ma van az 50. évfordulónk, és úgy gondoltuk, hogy egy hálaadó misével tartozunk a mi hűséges kapcsolatunknak. Hogy hit és család nélkül nem ér az élet semmit. És hálát adok az Istennek, hogy idáig eljutottam. Közeledik húsvét, mindenki másképp készül az ünnepre. Ilyenkor a keresztények böjtölnek, de a nem hívők is érzik a tavaszi megújulás fontosságát. Én személyesen nem tartom. Hát a megtisztulás tavaszi, biológiai értelemben a tavaszi méregtelenítés. Hitéleti szempontból, vagy aki hívő ember, az pedig szintén valami ilyesmi. Vannak, akik hamvazó szerdán és péntekenként nem esznek húst, vannak, akik lemondanak bizonyos dolgokról, sokaknak pedig lelki megújulást jelent ez az időszak. A parancsok teljesítése hozzá tartozik ahhoz, hogy nem belekerüljek, nem is eljussak, hozzá tartozik ahhoz, hogy egy sötétségtől mentesebb valóságban élhessek. És hogyha ebben a valóságban, a parancsok teljesítésére jövén benne vagyok, Isten megígérte a hozzátartozó ajándékokat. A gyerekeknek is itt tanórán pont ezt szoktam mondani, hogy a lemondás is fontos egy nagybőjtben, de még fontosabb az, amit csinálunk. Tehát, hogy a nagybőjtünk, legalábbis az én személyes nagybőjtöm és a diákjaimnak a nagybőjtje inkább arról szóljon, hogy mi az, amit többet teszünk, többet lépünk az Isten felé, többet teszünk egymásért, többet teszünk a szeretet nevében. A böjtben az egyház arra kéri a híveket, hogy ne fogyókúraként tekintsenek erre az időszakra, hanem lelki megújulásként. Napjainkban a rossz szokásoktól, a káros szenvedélyektől való tartózkodás a leggyakoribb böjtölési forma. Olyan sok módja van a böjtnek, nem internet ezek, hanem elolvasok egy jó könyvet, kibékülök azzal, akivel eddig duzzogtam, nem beszéltem. Elmegyek meglátogatni olyanokat, akikkel rég találkoztam, vagy segítem a szegényeket egy-egy adománnyal, jó cselekedetekkel. Ez mind egy ilyen kis belső munka. A böjt az áldozatot jelent. Hát nyilvánvaló meg kell hozzuk mindnyájan azt az áldozatot, amit a lelkünk békéje megkíván önmagunk fele is, és mások fele is. A böjt vallásos gyakorlata a bűnbánat, a megtisztulás, az áldozat és a könyörgés fontosságát állítja középpontba.
Korunk vallási térképéről és Ferenc pápa kereszténységéről tartottak előadást Pécsen. A Pécsi Egyházmegye által szervezett szabad egyetemi előadásokat tovább folytatják. A mindenki számára nyitott, de regisztrációhoz kötött programnak a Magtár Látogatóközpont adott otthont. Folytatódik a Pécsi Egyházmegye korábbi években nagy népszerűségnek örvendő, ám 2020-ban a világjárvány következtében abba maradt szabad egyetemi előadás sorozata. A tavaszi szemeszter programjai elkezdődtek neves egyházi és világi előadókkal Pécsett a Magtár Látogatóközpontban. A márciusban indult tavaszi szemeszter a Hogyan legyünk keresztények a 21. században című témát járja körbe. Most nagyon fontos, hogy világosan lássuk a küldetésünknek a nehézségét is, és ugyanakkor a lehetőségeit is. És azért vannak kiváló emberek, akik kiváló gondolatokkal tudnak nekünk most segíteni, és ezért akarom, hogy itt találkozzunk, üljünk le, hallgassuk meg őket, legyen egy párbeszéd, és erősítsük a személyes életünket, és természetesen a mindenki a saját közösségeinek az életét. A Szabad Egyetem márciusi első előadásán dr. Rosta Gergely vallásszociológus a kutatási eredményekről számolt be. Azt mondta, világviszonylatban növekszik a vallásos emberek száma, elsősorban Afrikában és Ázsiában. Európában azonban mások a trendek. Nyugat-Európában például csökkenés mutatható ki. Csökken a templomba járók aránya, csökken azoknak az aránya, akik hisznek Istenben. Kelet-Európában egy másik helyzet van, főleg 1990 után, a rendszerváltások után. Több országban vallási újraéledés, emelkedés volt tapasztalható, főleg ortodox gyökerű országokban. Magyarország valahol nyugat és kelet között helyezkedik el ebből a szempontból is, hiszen a hit tekintetében emelkedés volt, többen hisznek ma Istenben, legalábbis többen mondják magukra azt, hogy Istenben hisznek, mint mondjuk 1990-ben, valamivel nem nagy a különbség, de többen. Én a mai estén el fog hangzani egy előadás arról, hogy milyen tendenciákat, jelenségeket figyelhetünk meg a kereszténységgel kapcsolatban Európában is világszerte. Pedig ehhez kapcsolódva szeretném bemutatni nagyon vázlatosan azt, hogy Ferenc pápa hogyan képzeli el a keresztényeknek a világban elfoglalt helyét, a keresztény intézmények és a keresztény közösségek cselekvését a világunkban. És ezzel kapcsolatban azt szeretném kiemelni, hogy Latin-Amerikából érkezett Európába, Latin-Amerikának a frissességével és a lendületével érkezett egy kicsi megfáradt és kicsi megöregedett európai kontinensre, és éppen ezért a kilépésre, a kapcsolatkeresésre, a misszióra kívánja buzdítani a keresztényeket, a katolikusokat természetesen elsősorban, és ezt a missziós igényt kell figyelembe vennünk akkor, hogyha az ő alakját szeretnénk megérteni. Másodszorban arra buzdítja a katolikusokat, de minden jó szándékú embert, hogy éljen abban a tudatban, hogy egységben van Istennel, egységben van az egész teremtett világgal, és egységben van a többi emberrel. Ferenc pápa az egységnek a pápája, ezt nagyon fontosnak tartom, és nagyon jellemző vonásának tartom. Harmadsorban pedig nem mindenki számára magától értetődő és egyértelmű, vagy nyilvánvaló, de nekem meggyőződésem az, hogy Ferenc pápa az imádságnak, a belső életnek, a szemlélődésnek és a csöndnek is az embere, a szövegeiből, a beszédeiből, a megnyilatkozásaiból rendszeresen kitűnik, hogy olyan emberrel állunk szemben, aki nagy energiát, nagy időt és nagy türelmet fordít arra, hogy amit másokkal megkíván osztani, azt először belsőleg átélje és átgondolja. Egy jezsuitáról van szó, a jezsuitáktól azt várják el, hogy szemlélődők legyenek, és szerintem ennek az igénynek Ferenc pápa eleget tesz. A szabad egyetemi előadások ingyenesen látogathatók Pécsen a Magtár Látogatóközpontban. A Parhanton Nagyböjt 5. vasárnapján iktatta be a Pécsi Egyházmegye főpásztora Felföldi László a település új plébánosát, Barta Zsoltot. A Szent Bertalan katolikus templomban a megyés püspök celebrálta a szentmisét. Az újonnan beiktatott plébános első feladataként az 5 millió forintos állami forrásból felújított kálvária dombistációkat áldotta meg a hívek jelenlétében. Nagyböjt 5. vasárnapján került sor az Aparhanton, Lengyelen, Kisvejkén, Nagyvejkén és Mucsfán szolgálatot teljesítő plébános beiktatására. Az aparhanti Szent Bertalan katolikus templom megtelt hívekkel, ahol az ünnepi szentmisét Felföldi László megyés püspök celebrálta. A beiktatásnak hagyományai vannak, hangsúlyozta a Pécsi Egyházmegye főpásztora. Katolikus egyházban ennek van egy ősi hagyománya, és ezt szeretném újra a közösség a papok életében
úgy mondanám, hogy élővé tenni, hogy találjunk benne. A két nagyon fontos része van, az egyik a papi ígéreteknek a megújítása, azaz, hogy mindig, amikor újra kezdünk, akkor valahol az alapokat újítjuk meg, tehát hogyan indultam, mit gondoltam akkor, mit éreztem, és akkor ebben ez hiszem, hogy az ő szívükben is újjászületik. A másik pedig, amelyik a közösség irányában szolgál, hogy szolgálni fogom a hit alapokon ezt a közösséget, és jelen leszek. Ez egy nagyon fontos, nagyon felelős feladat, sőt most még nehezebb, mint bármikor. Mindig volt valamilyen formája, volt, amikor az új plébánosok együtt tettek a püspökségen esküt, és együtt kapták a kinevezést. Én fontosabbnak tartom, hogy a hívek jelenlétében, a hívek közösségében történjen, hisz őket fogja szolgálni, és hogy lássák, hogy pontosan mi is van itt háttérben, meg én magam is bevallom, hogy szeretek, örülök annak, ha találkozhatok a hívekkel, és nekem ez fontos. A beiktató szentmisén részt vett Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője és azon települések polgármestere is, ahol szolgálatot teljesít a jövőben az új plébános. A helyi és környékbeli hívek megtöltötték az aparhanti templomot, ahova hazajött az áthelyezett Zsolt atya. Nemrég február 1-jével kerültem ide, szülőfalumba kerültem vissza. Ez egy érdekes meglepetés volt számomra is. Ugye mivel, hogy veszélyessé vált az épület, ezért az elődöm ugye nem lakhatott már a plébánián, és a püspök atya azt kérte, hogy mivel, hogy van hol laknom, ezért vállaljam el az aparhanti plébános szerepét. Amikor idejöttem, köszöntöttem a testvéreket, és mondtam, hogy hazajöttem, de nem úgy, mint Zsoltika, hanem Zsolt atya. Ebből kifolyólag ugye most másként vagyok itt, mint azelőtt. Az egyházmegye pappá szentelt, és azt a küldetést adta, hogy most elsősorban azért legyek itt, hogy a szentségeket kiszolgáljam, és egy közösséget, egy hívő közösséget szolgáljak, mint pap. A fiatal generáció megszólítására az előző plébános is nagy hangsúlyt fektetett, ezt viszi tovább a most beiktatott plébános is. Hogy hogyan lehet megszólítani őket, azt úgy gondolom, hogy mindig az adott lehetőségek adják, az adott helyzetek is adják. Én nagyon örülök, hogy van felkészítés elsáldozásra, bélmálkozásra, amit az atya végzett, és én átvettem. Egyrészt onnan indul el, másrészt pedig majd azért szeretnék részt venni nem csak a liturgikus ünneplésekben, hanem a mindennapjaikban is a testvéreknek, gyerekeknek. Ez szerintem majd alakulni fog. Felföldi László megyés püspök azt kérte, hogy a helyiek támogassák a plébános munkáját, aki nem sokkal beiktatását követően megáldotta a település felújított Kálvária dombistációit. Az ünnepélyes átadón a térség országgyűlési képviselője Potápi Árpád János is jelen volt, aki hangsúlyozta, a Magyar Falu programon elnyert, több mint 5 millió forintból sikerült megmenteni a Kálváriát, az 1800-as évek végén készült stációkra ráfért a felújítás. Ezt a Kálváriát is a németek építették, ránk hagyták mostani aparhantiakra, legyünk akár németek, székelyek, felvidékiek, magyarok vagy cigányok, de mindannyian közösen használjuk. A Parhant község önkormányzata évek óta kereste azt a forrást, amiből felújíthatják a számukra nagy jelentőséggel bíró Kálváriát. A település vezető kiemelte, sok a vallásos ember a faluban. Gyakorlatilag az utolsó pillanatban sikerült megmentenünk a pusztulástól, hiszen már a stációházak kiborultak a helyükre, tehát új alapokra is kellett helyezni. 5,3 millió forintból újult meg, és ehhez még nagyságrendileg 1 millió forint önerővel járult hozzá az önkormányzat. Sok a vallásos a településünkön, két templomunk is van, úgyhogy ez így nagyon fontos volt az itt élők számára. Ez itt az apari rész, ahol most vagyunk, de a hanti rész is megújult. Ott az önkormányzat és a civilek összefogásával sikerült szintén felújítanunk, ott is új képeket kapott, illetve lefestésre kerültek a stációk.
A délelőtti órákban megtartott ünnepélyes átadón a hívek jelenlétében a település plébánosa áldotta meg a felújított kálváriát. Mit várunk és mit kapunk az egyháztól, mit adunk és mit kínálunk közösségeinknek? Folytatódott a férfi találkozók előadás sorozat a Pécsi Egyházmegye szervezésében. Az egyházmegyében lévő kisközösségek egyes férfi tagjaival indult a férfi találkozó ötlete még tavaly. A pécsi előadás az évad negyedik sorozatának első helyszíne. Az egyik résztvevő szerint az embernek igénye van arra, hogy keresse az élet értelmét, a jó megoldásokat. Az egyházmegye honlapját is rendszeresen figyelemmel kíséri. Ugye a bölcseletek, igék, az a kultúra, ami onnét árad, az feltölti az embert, hogyha végig gondolja a saját életét, az élethelyzetét, így már a 70-hez közeledve az ember elmélkedik is az életről is, meg a jóról, rosszról. Egy parancsuralmi rendszerbe töltöttem le az életem nagy részét, ahol döntéseket kellett hozni, utasításokat adtam, kaptam, és az értelmét is keresi az ember az életnek, és azt is, hogy egy önvizsgálatra alkalmas arra, hogy mi a helyes út. Sajnos lépten nyomon tapasztalunk negatív tendenciákat. Egyszer egy elemzőt kérdeztem, hogy hát lehet-e jobb a világ, meg lehet-e jobb az ember a Biblia szerint, és az mondta, hogy hát az egyes ember, az lehet jó. Tehát az élethelyzetektől függően, de az emberi világ, az emberi lét az negatív irányba halad. A háborúk, a különböző negatív események, amik most is tapasztalhatók, de kell az iránytű, kell egy irányvonal, hogy mihez igazodjunk. És ezt találtuk meg itt a férfi találkozókba, amikor nyíltan, őszintén, nagyon felkészült előadók a mindennapi problémákat nyíltan fölvetve megoldásokat is próbálnak javasolni, vagy jó példákat adni, és külön élmény, amikor Püspök atya minden alkalommal a végén összefoglalja és irányt mutat a maga természetességével, jól érthető módon, és azt szereti, hogy a férfiak maradjanak férfiak, mert ugye lehet tapasztalni, hogy a hölgyek majdnem már férfiasabbak néha, vagy határozottabbak, ami nem rossz, csak hát azért van olyan szerep, ami a férfinak rendeltetett, és hát ezeket hallgatjuk, gondolkodunk, mindenki felvethet problémákat is, tehát ez egy nyílt, őszinte légkörű és igazi pozitív töltéssel tud elmenni az ember. Kellermeyer Miklós, orvos biofizikus is vendége volt a találkozónak, előadást tartott a férfi találkozón. Számára mindig fontos volt a tudomány és az Isten kapcsolata. 60 éve vagyok élő sejteket kutató orvos, ebből a felét, 30 évet kiegészítettem azzal, hogy a tudomány és az Isten hit kapcsolatáról szerte a Kárpát-medencében előadásokat tartok. Három nagy könyvem, az Út, az Igazság és az Élet címmel jelent meg. Úgyhogy, és gyakorlatilag ez a központi üzenete ezeknek a könyveknek és az előadásaimnak, hogy a két igazságtár van a világban, a szavakban kiírt az igazságok világa, ezt mondhatjuk azt, hogy ez az egyház világa, és a feltárt igazságok világa, ezt mondhatjuk, hogy ez lenne a világ, a mindennapi élet, a realitásunk, így is hívhatjuk. Tehát a mindennapi életünk. A professzor szerint azonban nincs valami rendben egyikben sem. Ferenc pápát idézi, aki azt mondta, az egyház ne zárkozzon be, hanem társadalmi üzenetét fokozatosan fejtse ki. Ennek talán Magyarországon a püspöki karból Felföldi László püspök úrral legcsodálatosabb úttörője, útvívője. A másik oldal viszont a feltárt igazságok világa, a tudomány világa sajnálatos módon megvan rontva. Azáltal van megrontva, hogy nem az élet védelmét, élet szolgálatát, hanem a pénzfelhalmozás szolgálja, és sajnálatos módon az utóbbi 100 évben atombomba született, és Covid vírus a tudomány oldaláról ezt
teljesen egyértelmű, hogy a Covid vírus is manipulált, génmanipulációs eredménynek az eredménye. Tehát ahhoz, hogy az emberiségnek jövője legyen, és biztonságos jövő legyen, és élhető legyen a Föld, ezért mind a kettőnek egy megújuláson kell átmenni, és a két világnak egymásba kell kapcsolódni. Mivel ma ez a program újongva vettem a püspök úr felkérését, hogy tartsak előadást ezen az előadás sorozaton, ebben a témában, tehát az egyház és a világ kapcsolatáról. A mostani találkozó az egyház és a világ kapcsolatán belül többek között arra kereste a választ, hogy tulajdonképpen mit is várunk és mit kapunk az egyháztól, mit adunk és mit kínálunk a közösségnek. A találkozóknak a lényege a férfi hit, a férfi szív, a férfi lét, és nagyon messziről kezdtük, a gyengeség, az erő, ami minden férfi szívnek egy különleges próbatétele, és így sorra mélyültünk, ma már azért egészen komoly rétegeket kezdünk el feszgetni, az egyház és a világ. Tehát hogy is van a küldetésünk, hogy van a mi életünk, családjaink élete ebben a világban, és az egyháznak az élete, amelyben aktív, felelős feladatot, szerepet kell vállalni a férfiaknak. A Pécsi Egyházmegye főpásztorát egyre többen keresik fel személyes problémáikkal, magánéletbeli, lelki egészségbeli gondjaikkal. A püspök a megoldás kulcsát abban látja, hogy az Egyházmegye területén lévő nagyobb településeken is meg kell szervezni a férfi találkozót. Így Mohács, Szekszárd, Paks, Tamási, Dombovár és Szigetvár is a találkozók helyszíne már egy ideje. A húsvétra való készülődés jegyében keresztutat tartotta a Pécsi Egyházmegye a belvárosban. Még az időjárás sem tudta megakadályozni a több száz emberből álló menetet. A 14 állomás az Irgalmasok templomában ért véget. A keresztúton a Dél-Dunántúlon élő katolikus nemzetiségek is képviseltették közösségeiket. A kereszténység legnagyobb ünnepe a húsvét. Ekkor Jézus Krisztus feltámadását ünneplik. A készülődés jegyében keresztutat jártak a hívő katolikusok Pécs belvárosában. A 14 stációból álló keresztút a Kossuth térről indult, cserkészek álltak sorfalat és biztosították a menetet. A püspökség keresett meg minket, hogy segítsünk ezen a programon. Ez ugye egy bevett szokás, a Márügyi Zarándoklaton is szoktunk például hangszórókat vinni, vagy segíteni abban, hogyha valaki rosszul van az ő ellátásában, vagy az orvosoknak a kihívásában. Most is hasonló feladattal bíztak meg minket, a hangszórókat mi fogjuk vinni, a kereszt közelében is lesznek cserkészek, illetve egyfajta ilyen korlátok leszünk, amik mutatják, hogy merre kell menni, amiben lehet kapaszkodni, tehát mutatjuk, hogy merre van az út. A keresztúton a Dél-Dunántúlon élő katolikus nemzetiségek is képviseltették közösségeiket. Nagyon megható volt, nagyon szép volt, és most ez egy ilyen nagyobb volumenű, de természetesen nagy örömmel jöttünk el, hiszen azt gondolom, hogy évszázadok óta része vagyunk a pécsi hitéletnek, és nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a püspökség úgy döntött, hogy meghív minket, illetve hogy itt Horváth... Önök a Pécsi Egyházmegye Hitvallás című műsorát látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Horváth imák is elhangzanak, ezzel is jelezve, hogy itt vagyunk, és hogy részei vagyunk ennek. A Városi Keresztút 14 állomásán keresztül szentírási szakaszok, elmélkedések, énekek, vers részletek hangzottak el a Pécsi Nemzeti Színház művészeinek tolmácsolásában. A megváltó keresztjét szimbolikusan hordozva a résztvevők végigélhették Jézus Krisztus szenvedésének és kereszthalálának történetét. Minden ember szívében ott van a szenvedés, a keresztút, az élete szenvedés története, amivel valamit kezdeni kell, valahogyan rá kell találni, és mindenki vágyik a feltámadásra, az újrakezdésre, hogy újra megszépüljön az életünk, és ez így ad egy egységet a sorsunkban, és erről szeretnénk tanúságot tenni, ebben szeretnénk embertársainkat megerősíteni. Elfordulni, de hogy szeress? Uram Jézus, Te adj elő, vagy elbukom az első durva szónál.
hiszen minden stációnál te jársz, Uram, szolgálni. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mert Keresztel által megváltottad a világot. Az álkirályként elítélt Jézust megszégyenítik, azonban ebben borzalmas módon az igazság mutatkozik meg. A hatalmi jelvények, amelyeket ennek a világnak a hatalmasai voltanak. Tavaly is részt vettem ezen a keresztúton, bár akkor nagyon zord volt az időjárás, úgyhogy bent voltunk a Székesegyházban, ezért ez számomra most különleges lesz, hogy Pécs utcáin végigmegyünk ezzel a, úgy látom, hogy most már elég nagy tömeggel, úgyhogy számomra ez nagyon felemelő. Nem, nekem ez az első ilyen felkérésem, és nem is nagyon gondolkodtam rajta, hogy részt kell rajta vennem, és én is izgatottan várom, hogy milyen élményekkel leszünk gazdagabbak azáltal, hogy ilyen szép számú érdeklődő közönség mellett olvashatjuk fel a verset és az elmélkedő gondolatokat. Az időjárás sem tudta megállítani a húsvétot megelőző keresztút járást. Eredetileg a Székesegyház lett volna a végállomás, azonban az eső elől egy idő után az irgalmasok templomába mentek a hívek, és ott járták végig szimbolikusan a 14 stációból álló keresztutat. Önök a Pécsi Egyházmegye Hitvallás című műsorát látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!